A videót a notbook.hu támogatta. Na hát, szavaztok srácok, sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Hát itt vagyunk a nagyon hosszú idő után, itt vagyunk egy új LTS videóban, magyar mod, csak mondom, ami ugye azt jelenti, hogy világtérképet, ha megnézzük, akkor Magyarország van rajta. Úgyhogy Magyarországon belül bohóckodunk, megyünk össze-vissza. Ez nekem sokkal jobban tetszett, mint az európai cucc. Úgyhogy teljesen előről kezdtük a karriert, nyilvánvalóan fogalmam sincsen már az előzőekről, hogy megvan-e egyáltalán. Itt vagyunk a legelső fuvarban, amit mindenképpen meg kell csinálnunk. Úgyhogy azt fogjuk leszállítani, és akkor utána felveszünk egy másik fuvart, és visszük a cumót, aztán beszélünk szépen, nem másról, hello, szavasz, mint sem a csontosékról. Ugyanis én arról még nem nagyon nyilatkoztam meg fele, csak nagyon minimálisan, és úgy gondolom, hogy ki engedsz? De hogy engedsz ki? De ki enged? Mi legyen? Szerintem figyeljetek, ki enged. Jó, tehát... Atya Isten! Na jó, tehát hogy nem nagyon mondtam el teljes körűen a véleményemet, és akkor lesz erre egy ilyen 15-20 percünk, amíg én el fogom mondani, mert nagyon sokan kérdeztek róla, és én szerintem úgy korrekt, hogyha egy normál választ adok nektek az egészre, nem pedig az, hogy amit csináltam, hogy lehadarom 3 percben, hogy mi újság van. Mit iszok? Fehérje, por, gyümölcs, turmixal, reggel 9:30, úgyhogy ez ilyen reggeli gyakorlatilag. És hát az van, hogy vettem egy fehérje port, és hát az borzasztó, szerintem ilyen, tehát én nekem hányom kell tőle, olyan fura mellékize van, mint hogyha szappant innék, és muszáj valamivel vegyítenem, úgyhogy ez egy ilyen reggelinek egyébként meg is felel, itt kéne bemennünk. És most, mielőtt még elkezdődne igazán, el szeretném nektek mondani, hogy úgy tervezem ezeket az LTS videókat, hogy úgy érdemben, ugye sokat kell kamionozni, tehát hogy sok időnk lesz, úgymond. Ide kell behozni, ugye? Igen. Tehát, hogy én arra gondoltam, hogy hogyha van bármiféle értelmes témátok, hogy amiről esetleg az én véleményemre lennétek kíváncsi, vagy csak úgy nézzük már meg, hogy mi újság van, beszéljük meg, akkor azt írjátok le komment szekcióban, és akkor sort kerítünk rá, hogyha olyan a téma, hogy engem is érdekel, vagy ilyesmi, és akkor így gyakorlatilag LTS közben, aha, ide most jó, hogy bejöttem, csak rohadtul nem ezt kellett volna csinálnom, tehát újra tervezés lesz. Na, tehát hogy és akkor LTS közben ezt meg tudnánk beszélni. Jók vagyunk. Mert szerintem ez így tök jó lenne, és akkor gyakorlatilag tudnánk így beszélgetni közösen egymással, és ti meg természetesen kommentben tudjátok a videó után megírni a véleményeteket az adott témáról, és szerintem ez tök jól el tudna sülni. Hol tudok már menni? Várjam, ez így most nem lesz jó. Vissza kell szoknom, ugyanis vannak terveim egyébként így kamionozással kapcsolatban, de erről szerintem majd esetleg később, amikor már esetleg hát nem azt mondom, hogy aktuális a dolog, de valamilyen folyamat megkezdődik, úgyhogy erről majd szépen később. Most pedig próbálok úgy megállni, hogy szépen be tudjuk oda vinni a cuccot, és akkor ilyen furmányos módon innen kezdjük meg a dolgot. Nem tudom ám, hogy jó lesz ez, de szerintem alakul. És akkor így szépen most, hát újra megtanulunk talatni, mert eléggé, hát elmaradtunk ezzel, és már nem igazán tudok. Mert régen olyan szépen ment nekem ez a tolatás, aztán egy
időbe abba hagytam. Aztán, hát azért nem olyan könnyű szerintem. Várjam, itt neki megyünk. Nem leszünk jók, főnök. Viszont már jobb pozícióban vagyunk. Abból a szempontból, hogy így szépen kihúzzuk. Igazából így akartam megfordulni, csak olyan kicsi ez a telephely, hogy ez nem igazán jött össze. És akkor így most már el tudunk arra fele menni. Nem is tudom, hogyan hívják a kamionosok ezt, nem csigalépésbe. Kúszás? Teknős kúszás? Hogy itt tudom, hogy csiga kúszás? Ha valaki ezt tudja, írja már le. Nem fogok rágyorsítani, mert csak el fogom rontani. Úgyhogy oda kell nekünk a kettő közé beállni. Amit szerintem egész jó ívről kezdünk. Most már egy kicsit mondjuk alá kéne törni a szerelvényt. Aha. Jók leszünk, az oszloppal is elférünk azon az oldalon. Most kicsit visszább. Hagyjál már engem békén. Ha nem látod, mit csinálok. Oké. Ez már jó lesz. Jó. Oda nézzé. Milyen szépen ráslattyogunk. Nem akármilyen, nem akármilyen. Kérem szépen, hölgyeim és uraim. Hát jó, nem lesz telibe pontos. Aldante, mutasd! Hát ez gyönyörű. Orra nézzé. Még kicsit lehetne rajta huszkodni, ilyesmi, de elfogadja, úgyhogy mi elengedjük. Na, és akkor jó, igen, ezzel megvagyunk. 147 ezer forintot kaptunk ezért. Ami mit jelent? Mi pénzünk van jelenleg? Valami 700 ezer környékén? Baszki, leittem magam. GLS-es autó. Jó, igen, székhely, tudjuk, tudjuk. Na, nézzünk akkor valami fuvart, és akkor ki is térünk a csontosékra. Egy kicsit így elmondjam, hogy én mit gondolok róla, meg mi miért történt úgy, ahogy történt. Csak ugye megnézzük a fuvarokat. Azt mondja, hogy távolságra vetített árat kéne néznünk. 19 km 34 perc, 1 millió 7. Ez kicsit hosszabb. Tatabányára megyünk. Adjuk be ezt. Mit szóltok? Na, és akkor ki is térünk szépen a csontosékra. Ugye mi ezt a csontosékat még az Isti dobta fel az ötletet, hogy kezdjük el. És milyen kamionnal vagyunk közben, nézzük már. Ojajajaj, de szép. Szép kis Renault. És el is kezdtük. Várjál, csak fényeket is kéne, meg ilyesmit. Ez nem lesz jó. Nem lesz jó. Vissza. Aha, így. Na. De lassú ez a kamion, te. Szóval az István dobta fel az ötletet decemberben, hogy kezdjük el. Igazából el is kezdtük. Felvettünk az első forgatás alkalmával szerintem egy 3-4 óra anyagot, ami kitartott jó pár részen keresztül. Rohadtul nem erre kellett volna jönni, jó. És nagyon szerettük az egészet felvenni, rögzíteni, utána kitettük, hát szétzabáltátok, nagyon szerettétek. És tök örültünk neki, mert közben meg úgy voltunk vele, hogy mi is tök élvezzük az egészet. Úgyhogy nem volt vele ilyen szempontból probléma. Aztán utána tulajdonképpen nagy, hát hogy mondjam, trend lett ilyet csinálni, amivel nincs gond, tehát hogy ezzel szerintem semmiféle gond nincsen. És sokféle RP-t láthattatok. Aztán kezdődött talán január, február környékén az, hogy egyszerűen nektek már nem... Tehát, hogy... Hogy mondjam? Voltak... hát... Számotokra nem, de számunkra egy kicsit irreális elvárásaitok. Mi szerint például, mondok egy példát, hetente jöjjön kettő rész, ami minimum 50 perc. Csak mondok valamit. És ez... hát ez már egy elvárás volt számunkra. Közben itt van valami. És hát ez nekünk nem igazán volt jó,
mert mi meg a saját tempónkba kitaláltuk, mikor teszünk ki, és pont azért nem akartuk szarrá spammelni a csatornáinkat, mert tudtuk, hogy hogy igazából nem akarunk gagyi részeket kitenni. Csak mivel láttátok ezt máshol, ezért sokak szerint a mieink azok szarok voltak. Amivel nincs gond, mindenki gondoljon azt, amit szeretne, de irányítani egy ilyet nem igazán lehet, mert azt mondjátok, legyen izgalmas, jó, mit csináljak? Tehát, hogy nem akartunk, mi mindig próbáltuk az életet erpézni olyan szempontból, hogy nekünk is volt olyan, odajött egy csávó, adok nektek egy autót ingyen, gyertek azonnal az én cégembe, dolgozzatok ott, illegálkodjatok, ettől, hogy illegálkodni, ettől a hátamon feláll a szőr egyébként, de ugye ez tarthatatlan, tehát hogy nincs semmi köze a valósághoz, hogy van az, hogy teszed bele egy történetszába azt, hogy ebben a pillanatban ismerkedtél meg valakivel, aki már azon nyomban téged nemhogy fel akar venni, hagyjad már, fegyvert ad, mindent ad, tehát értem, hogy sok pénzünk lesz ettől, de ez nem real, és mi azok akartunk ebben is maradni. És egyre többen és többen írtátok, hogy szar, nem jó, fos tenger. És azért higgyétek el, hogy amikor megvágunk egy 50 perces részt mondjuk 3-4 óra anyagból, hogy ne unjátok szarrá magatokat, mivel mi nem streamelünk, hanem gyakorlatilag felvesszük a részt, és próbáljuk a hasznos tartalmakat belevágni. Higgyétek el, hogy rohadtul macera azt úgy patentre összevágni. Nem is az, hogy macera, csak rohadt sok ideig tart. De mindegy, ezt csináltuk, és hát egyre kevesebb időt tudtunk beletenni, mert egyéb elfoglaltságaink is voltak, mint már mondtam, nem arról volt szó, hogy... mi a szar történik itt? Oha! Tehát nem arról volt szó, hogy hogy mi egész nap ott ülünk, és csak ezzel az egy játékkal játszunk, hanem voltak más dolgaink is. Két csatornánk van fejenként, neki is kettő, nekem is kettő, és rengeteg dolgot kell intézni ezen kívül. István is, én is, nem lakunk a szüleinkkel, tehát takarítás, tehát gondoljatok bele, hogy mennyi minden, nem az, hogy leülünk meg nyári szüneton, és akkor egész nap erpézünk, vagy ilyesmi, tehát bőven nem ez van. Aztán voltak időszakok, amikor már úgy éreztük, hogy elfogyottak a tartalmak, nem nagyon van, akkor most mi legyen, és akkor mindig próbáltunk valamit okoskodni, főként az István egyébként, ez az ő érdeme, hogy a legtöbbször ő tudott olyan embereket keríteni, akikkel valami történetszál elindult. Atyaisten! Áhá, jó! Jézusom! Ez gyönyörű itt kamionnal hallod. Jó, elfértünk. Szóval mindig az István volt, aki így tudta keríteni ezeket a történetszálakat, jobban benne volt egyébként ő. A játékban is volt, amikor külön nyomta, meg ilyesmi. És akkor egy idő után most így az elmúlt néhány hónapban, néhány hétben inkább, igazából volt felvéve nem sok, tehát nagyon kevés rész, és az István mondta nekem, két hete talán, hogy gondolkodjunk, hogy most mi legyen, hogy akkor most vége, nem vége, mert hogy baromira gyakorlatilag nincs tartalom, és nem tudjuk hova tovább vinni, és ilyen szart, hogy sétálgatunk meg ilyesmi, már nem akartunk csinálni. És akkor mondtam az Istvánnak rá pár napra, az utolsó csontosék részhez, reggel mondtam neki, hogy én beleteszem már, hogy akkor ez az utolsó. Úgyhogy azért tudott róla, tehát hogy... nem az volt, hogy én eldöntöttem magamtól, mert egy kicsit így a kommunikáció lehet elcsúszott, tehát hogy ő tudott róla. És hozzátenném, nem kaptunk azért pénzt, hogy csináljuk ezt, nehogy azt higgyétek, tehát hogy nem azért ért véget, mert volt ilyen is, aki azt írta, mert hogy biztos már nem fizetnek, de hogy is nem, tehát hogy senki nem fizetett nekünk azért, hogy ne fejezzük be, vagy fejezzük be. Úgyhogy nagyjából ennyi talán. Én megmondom őszintén, engem annyira sosem érdekelt, hogy ki mit pampog, mert srácok, tulajdonképpen nem ismerjük egymást.
És most értsétek ezt jól, tehát nem arról van szó, hogy én nem olvasom el a hozzászólásokat, de azért helyén kell kezelni azt, hogy nem ismerjük egymást, senki sem tudja azt, hogy én például miért csinálok olyan videót, amolyan videót, miért vagyok ilyen pólóba, olyan pólóba, tehát hogy ez a mások életébe való beleszólás, mások munkásságába való beleszólás, ez tőlem távol áll, én soha senkiébe nem szóltam bele, biztos megvan a véleményem, mert megvan a véleményem nagyon sok dologról, de attól még nem szólok bele, hogy figyelj, szerintem neked ezt nem úgy kéne csinálnod, hanem emígy amúgy. Úgyhogy szerintem, tehát engem nem az taszított, hogy ki mit ír a kommentekben, csak azért az fontos tudni, hogy amikor van 200 komment és 180, 150 az, hogy figyeljetek, ez így nem jó, egyre lejjebb megy, azért azt szarolvasni, mert azok, akik most írtak az utolsó részhez, több százan, hogy de jó volt, azokat megértem, hogy akkor írt, csak amikor látta ott a kommenteket az előző részeknél, egy olyat odaírhatott volna, hogy de nincs igazad, hogy valami, mert tényleg egyébként mi, István és én is azt hittük, hogy ez tényleg rengeteg embernek nem tetszik már. És közben meg az utolsó résznél nem, tehát hogy azt írtátok, hogy nem így van. Mindegy, a lényeg az az, és ez fontos, hogy attól függetlenül, hogy mint csontosék, közösen nem feltétlen fognak történetszálakba belecsavarodni, attól függetlenül, én csak a magam nevében tudok beszélni, Csontos Tóbiás, az továbbra is a városban él, viszont nem heti rendszerességgel kerülnek ki ezek után RP részek. Lehet, hogy lesz olyan, hogy egyik héten van, másik héten is, csak lehet, hogy utána való héten már nem lesz. Mert nem... Tehát ez egy borzasztó nagy nyomás volt, amikor az Istivel is vettük fel a részeket, hogy úristen, ki kell tenni, meg kell lenni a résznek, mert ha nincsen... És ezért sokszor már olyan részek mentek ki, amiben még mondjuk fért volna el valami, csak olyan kis light, mert nagyon nagy elvárások voltak e felől. Úgyhogy... Srácok, senkit nem hibáztatok. Nem hibáztatom a kommentelőket, effektív magunkat se. Tehát, hogy inkább az lenne a gáz, szerintem, hogyha ugyanúgy nyomnánk, mint az állat, úgyhogy már semmi tartalom nincsen a részben. Szóval, hogy inkább egy szép dologra emlékezzünk közösen, hogy nem tudom, 70 rész, vagy nem tudom mennyi részt csináltunk, és tök jó volt az egész. Tényleg nagyon, nagyon jó volt, de nem tudjuk, tehát nem tudjuk egyszerűen azt vállalni, hogy itt több olyan rész legyen már, mert egyszerűen úgymond lehet egyszer majd kap egy plusz löketet, vagy egy új löketet, nem tudom. Tényleg nem tudok erről semmit mondani, viszont jelenleg ezért van vége, úgyhogy remélem, hogy nagyjából azért így most már kapizsgáljátok, hogy mi miatt van ez, és nem pedig annyi, hogy meguntuk, vagy ilyesmi, mert nem erről szól, hát srácok. Nekünk ez a munkánk, egy az, kettő pedig az, hogy tök jó nézettsége volt a sorozatnak, tehát hogy nyilván így belegondoltok, akkor hülyék lettünk volna abba hagyni, nem? Tehát hogy itt azért tényleg benne volt az, hogy szart már nem akartunk csinálni. Ennyi, meg egy Bambi. Szerintem így nagyjából lefettem azt. Nyilván most tök jó lenne, tudnátok így streamben kérdezni, meg ilyesmi. De hát ez most nem stream, úgyhogy... szerintem mindent érintettem, amit szerettem volna ezzel kapcsolatban. Tehát lesznek még részek, csak nem feltétlen közösen, nem vesztünk össze egyébként. De nem feltétlen közösen, és nem feltétlen heti rendszerességgel. Ennyi. Ugyanúgy lesz GTA, tehát hogy a Tobi melózik például, az folytatódni fog. Abban már van egy felvett rész, ami... ha minden igaz, jövő héten jönni fog. Úgyhogy csak mondom. Úgyhogy ja, ennyi. Amiben most benne vagyunk nagyon Istvánnal, az az RH Racing. Ugye tulajdonképpen a Vai Pista felvetette nekünk még annó egy forgatás alkalmával, hogy mi lenne, hogyha indulnánk mi is a 24 óráson. Egy versenyen, egy rallycross versenyen, egy amatőr rallycross versenyen. És mi azt fog, tehát arra jutottunk az Istvánnal, hogy miért ne. És elkezdtük szervezni a csapatot, minden, most már van autónk, amit szépen
csövezünk, ilyesmi. A főcsatornán találtok egy pár videót már erről, illetve van ott valahol egy lejátszási lista is, ahol az István videói is megtalálhatóak, illetve a többi ezzel kapcsolatos videó is. És most abban nagyon benne vagyunk, ugye most van július vége, augusztus, és hogyha nem jön vissza a vírus, vagy korlátozottan jönne vissza, akkor szeptember 12-13, akkor megrendezésre kerül ez a verseny. Úgyhogy egy elég komoly hónap áll előttünk, be lesz most csövezve az autó. Nézd meg, mindjárt elböfögöm itt magam. Aztán szépen, ügyesen, komótosan elkezdünk vele gyakorolni, amiről mindről lesz természetesen videóanyag. Úgyhogy ja, ennyi tulajdonképpen, srácok. Szerintem ez egy tök jó rész ebből a szempontból, mert tök szépen ki tudtam tölteni. És ezt várnám el most tőletek, hogy nyugodtan írjátok meg a csontosékkal kapcsolatban is a véleményeteket, de témákat is dobjatok be, amiről tudunk beszélni. Azt mondja, a centrum fele megyünk közben majd befele. Hűha. Nem jön senki. Éppen jött. Na. Oké. És akkor most már figyeljük, hogy hova fogunk menni. Bemegyünk egészen a centrumba. Nézzük, ott a tatabányai kémény. Azt pont ismerem. Igen. Ja, és srácok, ami még egy kis reklám, az az, hogy a notebook.hu itt van a leírásban, a legfelső sorban, ugye, akik még mindig a csatorna támogatói, amit én is nagyon szépen köszönök nekik, úgyhogy megtaláljátok őket itt a leírásban, hogyha szeretnétek bármi gamer cuccot, játékot, monitort, bármit vásárolni, úgyhogy csekkoljatok fel oda. Na, hát most pedig itt vagyunk akkor. Így néz ki, hát szépen előtte megálltam azért betyárosan. Azért tartottam távolságot, he. Jó. Oké. Okay. Azért láttok ilyet, ezt a pattanást, mert visszairányítom középre az egeret, hogy így elforgatom, és akkor vissza, úgyhogy ez nem bug, meg ilyesmi. Na, és akkor még egy ilyen csodálatos beparkolást fogunk itt alkalmazni. Itt a kettő kamion. Oha! Hát srácok, ezt szűkre vettük, baszki. Jó. Jó kezek! Tök jó ez a magyar mod, én nagyon szeretem, mert váratlan dolgok is tudnak történni, meg azért mégiscsak az van benne, hogy hogy Magyarországon megyünk. Úgyhogy ja, na most előre meg kéne néznünk, hogy hova fogunk parkolni. Anyámba fogunk mi parkolni. Lehet már tolatva kellett volna bejönni, mi? Ó, te gyerek! Ja, hogy onnan? Azt hittem, hogy kaputól ki kéne menni azt vissza. Jézusom. Na jó, mutasd. Aha, oda, akkor így fogunk. Csak nektek is mutatom, hogy lássátok. Oda állunk be. Tehát ide előre jövünk, és onnan betoljuk. Ó, van basszus, azt hittem már valami extrém szivatós helyre kell itt nekünk beállni. Oké. Így szépen kitoljuk, van még helyünk. Aha, másik irány, ezt cseszem el. Várjál, most jöjjünk előrébb. Oké. Okay. És akkor most. Megint a másik irány. Baszki, elrontom ezt mindig. Oké. Okay. Úgy kéne itt csinálni, hogy el is férjünk. El fogunk férni? Egyelőre igen. Jó. Ajajajajajajajaj. Aha. Hű, na most aztán ti már nem láttok. Várja, meg kell nézni ezt kívülről most. Jók vagyunk. Ah, nagyon jó.
Jó van, így képzeltem ezt el. Mi van? Mibe akadtunk el? Ja, semmibe. Jó, azt hittem már valami belakadtunk. Na basszus, most kéne jól alászedni ám. Aha. Igen, az a jó. Jaj, nagyon jó. Csak a tükörbe láttam én is. Ó, srácok, teljesen jó. Még egy kicsit jobban. Oké. Nagyon jó. Nagyon patika. Fordulj egyenesre, léci. Jaj, de jó! Hát jó, egy kicsit kiegyenesítjük, ha bár nem volt ez rossz. Oké. Azaz. Jaj, de szép. Megint nem tökéletes. De megnézzük majd. Oké, most nézzük meg kívülről. Srácok, hát kicsit ferde, de én azt gondolom, hogy azért egészen jól sikerült, úgyhogy ezzel is meg lennénk. Na nézzük, mi pénzt kapunk. Azt mondja, 1 millió 7. Hát jó van, alakul ez. Kettes szintűek vagyunk, ki tudunk egyet nyitni. Értékes rakomány. Törékeny, 10% bónu, vagy micsoda, megjelennek a törékeny rakományok, 5% a magasabb díjazás. Aha, ez lesz itt a legjobb szerintem. Bum, alkalmaz. Na, srácok, akkor szerintem megbeszéltünk mindent. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ebben a videóban, hogyha tetszett, akkor egy lájkot nyomassatok rája. Jók legyetek, hello, hello, szevasztok! Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling.